Elkezdődött a visszaszámlálás kevesebb, mint két hét, és újra benépesülnek az iskolák. Szeptember 3-án sok ezer diák kezdi újra a tanulást a hosszú, forró nyár után. A papírboltokat a szülők és a gyerekek rohamozzák, és a legtöbb intézményben már a tankönyvek is megérkeztek. Sok gyerek életében azonban nagyon nagy változást jelent az iskolakezdés. Erről lesz szó a mai esti mérlekben, tartsanak velem! Van, akinek már csak egy-két füzete hiányzik az iskola kezdéshez, mások csak most kezdik a nagy bevásárlást. A papírboltok egyelőre bírják a rohamot, ami a tapasztalatok szerint szeptember közepéig is eltarthat. A szülők többsége a gyermekével együtt érkezik az üzletbe, hiszen fontos, hogy a kicsik olyan füzetből tanuljanak, amely külsőre is tetszik nekik. A harmadik osztályos Daninak például a szuperhősök adnak erőt a mindennapokban. A Hulk, Thor, osztálytársammal mindig szoktunk játszani ilyen filmekből. Andi már negyedik osztályba készül, az iskolától még nem kapták meg a tanszerlistát, de tapasztalt kisdiákként azért tudja, mi az, ami mindenképpen kell az iskola kezdéshez. Egy csomó minden sulisztutót válogatunk. Mi alapján? Anya egy lista alapján, mi még nem kaptuk meg. De azért pár előkészítő füzetet vettünk, hogy ne úgy induljak el, hogy nincs nálam semmi. Kolléganőnk Séda Szilvi nehéz szívvel érkezett az üzletbe, legkisebb lánya is iskolás lesz. Én még élvezném egy kicsit a nyarat, meg ugye ilyenkor ez nekik lehet, hogy izgalom, de nekünk ugye ez egy fejtörés, hogy hova menjek megvásárolni. Ugye az árakkal is tisztában kell lenni, jó lenne tudni, hogy mi hol olcsóbb. Meg hát ugye mindent összeszedni, nekem is két gyereknek azért nem egy kis feladat, nem várom a könyvek csomagolását és a füzetek csomagolását, de majd együtt csináljuk, és akkor biztos így ők is jobban belesznek vezetve ebbe. Nem baj, hogyha az árakat is ők is megtanulják, hogy az olcsóbbakat válasszuk. Most egyébként egész nyáron arra próbáltam őket tanítani, hogy egy kicsit a takarékosság az hogyan működik, nekik van zseppénzük, és amikor vásárolni mentek, most már megtanulták azt, hogy saját maguk pénzéből tudnak vásárolni, úgyhogy ők is nézik egyébként, meg mindenben kérdezik, hogy anya, ennek jobb ára van, olcsóbb? Ez az egyik, a másik pedig, hogy én most már úgy vagyok, hogy ha már iskolások vagyunk és nagyobbak vagyunk, akkor most már ne feltétlen például a jégvarázsos, vagy akármilyen más kedvenc mesehős szerepeljen, hanem egy picit próbáljunk meg nagyobban gondolkodni, hiszen mondjuk egy iskolatáska, én arra alapozok, hogy mondjuk 5 év múlva is legyen az, amikor már lehet, hogy egy jégvarázsos történet mondjuk már ciki lesz. Nem kis feladat, és hát valljuk meg, a pénztárcát is megterheli a tanévkezdés. A két lánynak összeválogatott írószercsomag több mint 15 ezer forintba került. Az oktatási intézményekben majdnem minden készen áll az évkezdésre, már van, ahova a tankönyvek is megérkeztek. Ezt a nagy kupackönyvet kell szétosztani a Vasvári Pál általános iskolában. Itt a gyerekek akár már az évnyitó napján haza is vihetik a csomagokat, hogy aztán szeptember 3-án hétfőn már bekötve vihessék vissza a könyveket az első tanítási napra. Szerencsénkre a volt vasváris diákok, akik már a középiskolába járnak, és van ez az 50 órás társadalmi munka előírásuk, és ők jöttek segíteni, először is évfolyamokra bontva fogják kipakolni a könyveket, utána pedig átvesszük a szállítmányt, egy szállítólevélben minden egyes darab számra hát, megvannak a könyvek, 1500 darab körüli könyv van az a mi iskolánkhoz, jön több mint egy tonna, közel 400 gyermek fogja kapni, ugye mindenki térítésmentes lett. Egy év óta belsőleg készítjük a tankönyvcsomagokat, amik ugye figyelemmel kell venni, hogy ki az, aki etikát választ hittant, figyelemmel kell venni, hogy ki az, aki idegen nyelvben ugye németet vagy angolt választ, és így tovább a felső tagozatra bontva. Nagy izgalommal szokták várni, szeptember 1-e, az most ugye szombatra esik, 3-án, de felmerült az igény a szülőknek, hogy mindjárt a tanév nyitó ünnepét követően is hazavihetik-e, és akkor a szülők nagy kedvel viszik innen ki a tantermekbe, és nagyon szeretnék, hogy átvehessék, akkor vannak ilyen átvételi
ilyen listák, amit ugye alá kell írniuk, hogy átvették, és akkor már boldogan vihetik haza együtt a buszon vagy az autóba a gyerekekkel, és akkor egész hétvégén ezt a folyamatot nézegethetik a könyvetbe, és köthetik, megy, és örömmel hozzák már hétfőn a könyveket. Van, akik pedig hétfőn, vagyis akkor harmadikán reggel fogják megkapni, és akkor szintén itteni gyerekek segítik, sorba állítjuk őket, fölvisszük a teremekbe, és akkor úgy átveszik. Minden egyes könyvet az állam ingyenesen ad a gyermekeknek. Az iskolák úgy kapjuk meg az ingyenes könyvet, hogy valójában könyvtári állományba vesszük, és a könyvtárból kölcsönzik egész évre a könyveket, majd a tanév végén hát visszahozzák, és akkor újra leszámoljuk, és akkor tartós tankönyvként vesszük számon. Bár a diákok még javában élvezik a vakációt, a város összes iskolájába megérkeznek a könyvek a szünidő utolsó hetében. A székesfehérvári tankerület tájékoztatása szerint a következő tanévben 23 intézmény 11.838 tanulójának szállítja ki könyvellátó cég a csomagokat. De nem csak a tankönyveket kell beszerezni, új taneszközökre is szükségük lesz a gyerkőcöknek. A szülők nagy része már javában készül az iskola kezdésre. Nagyjából elkezdtük már a felkészülést, ilyen apróbb dolgokat vásároltunk, hogy tolltartó, ceruzák, filcek, mást még egyenlőre nem. A tanszerek megvásárlása a legtöbb családban nem kíméli a pénztárcát. A különböző akciók és egyéb iskolakezdési utalványok nagy segítséget nyújthatnak a szülőknek, akik ehhez hozzájutnak, szerencsésnek mondhatják magukat, hiszen van, aki csak saját erőből tudja finanszírozni az iskolakezdést. 4 gyerek van, de 2 iskoláskorú. Hát eléggé megviseli a kasszát, de hát ez megoldjuk. Sajnos nem minden lehetőség adódik ott felénk, tehát nem minden támogatást tudunk igényelni. Úgyhogy saját erőnkből szoktuk finanszírozni. Most még üresek ugyan az iskolatáskák, de néhány hét múlva megtelnek könyvekkel és a taneszközökkel. Érdemes időben felkészülni, hiszen ezekben a hetekben rohan várható a papírírószerboltokban. Az iskolakezdés nem csak a szülőknek okozhat fejtörést, a kicsik is nehézségekbe ütközhetnek a vakáció után. Azok pedig, akik most lépnek át az óvoda meghitoltalmából az iskola világába, számos fizikai és szellemi kihívással nézhetnek szembe. Dani az utolsó napokat próbálja kiélvezni a játszótéren, de lelkesen várja az iskolát. A jó tanuló fiú egyáltalán nem bánja, hogy nem sokára becsöngetnek. Vágom azért, mert hogy nagyon szeretem a matekot, meg a tesit, hát és vágom. Linda is még önfeledten élvezi a vakációt, a kislány most megy első osztályba. Azt mondja, a tanszereket már beszerezték, és alig várja, hogy új barátai legyenek. Várom már nagyon, és nagyon. Nem baj, hogyha korábban kell lefeküdnöm, meg nem baj, hogyha tanulnom kell. Pedig az iskola kezdéshez és a megváltozott környezethez az újdonsult elsősöknek nem kis feladat alkalmazkodniuk. Az általunk megkérdezett gyermekpszichológus szerint a kicsiknek leginkább a közösséget, az új épületet és a megváltozott napi rendet kell megszokniuk. Az óvisodon aranyosak, nekik az a legfontosabb, hogy milyen épületbe mennek be, ki adja az uzsonnát, mikor ebédelnek, mekkora az a mennyiségű tanszer, amit ugye hát kilóra is nagyon nehéz tud lenni, azt cipelni kell. Tehát nekik az ilyen alapvető dolgok számítanak, meg a tanítónének a személye, és nyilván a gyerekek is. A tanítónéni nagyon sokat tud abban segíteni, hogy az elején egy pici mozgásos feladatokkal, több beiktatott szünettel hozzászoktassa az óvisokat, hogy itt már bizony kemény napirend van. Én azt gondolom, hogy a beilleszkedés a legfontosabb, hogy kialakjon az a szokás, hogy én ott ülök a padba, ugye, mint óvodás, mert nem is a tanulás. Igazándiból ugye szöveges értékelés van az első osztályban, tehát még az a nagy teljesítmény elvárás sincsen. Az a fontos, hogy azt megtanulja, bejár ebbe a nagy új épületbe, ott eligazodik,
és ezt a szülő meg a pedagógus is tudja segíteni. Nagy különbségek vannak a fiúk meg a lányok között. A lányok érdekes módon sokkal személyhez kapcsoltabbak, tehát a pedagógus sokat tud ebben segíteni, hogy otthon hát az ő kedvér, vagy hát nem is tudom, tehát hogy jobban tud rájuk hatni. A fiúknál picit nehezebb, ott az érdeklődést fel kell kelteni. Természetesen ettől függetlenül a lányoknál is nehezen indulhat be olykor-olykor ez a tanulás. Én azt szoktam javasolni, hogy például a szülő mondjuk mosogat, vagy valamit tevékenykedik, és a gyerkőc üljön ott mellette. A szülő dolga nem a tanítás, hanem nyilván van a pedagógus dolga, de hogyha ott van a szülő, és érzi a gyerek azt a támogatottságot, hogy anya-apa fizikailag is ott van, és ha van igénye, akkor a szülő belenéz a leckébe, leellenőrzi, hogy ez a feladat kész van-e, annyi bőven elég. Én napi 20-30 percnél többet biztos, hogy nem ültetném le ezeket a még nemrég ovis gyerekeket, és hát a jutalom szerintem nagyon fontos az elején, itt nem nagy dolgokra kell gondolni, hanem mondjuk megcsinálni ezt a 20 perces feladatot, akkor anya süt egy palacsintát még így a kezdet-kezdetén. Ha a gyerkőc megtanult leválni a szülőről, már pedig óvodában elvileg megtanult, akkor nem lehet nagy gond az iskolában, tehát képes anyától elbúcsúzni egy határozott elköszönéssel. Van az a gyerek, aki valamiért mégsem tud az első nap, első egy-két nap beilleszkedni, fél, szorongások gyötrik. Ilyenkor a pedagógusnak nagy feladata van, és azt gondolom, hogy ilyenkor úgynevezett szeparációs szorongásról beszélhetünk, ilyenkor akár érdemes felkeresni egy szakembert, hogy mi van ennek a hátterében, egy picit oldódjon ez a feszültség. A nagyobbacska gyerekeknek is érdemes még az első becsengetés előtt visszatérni a normál idejű lefekvéshez és felkeléshez, de a szakértő szerint a gyermekek maguktól is vissza tudnak szokni a régi kerékvágásba. Nagyon fontos, hogy a gyerekek alapvetően nagyon várják az iskolát, de természetesen nem a tanulás miatt, hanem a barátok miatt, mert a kortársak nagyon fontosak az ő életükben, akármennyire sokat találkoztak esetleg nyáron. Ami nagyon érdekes, hogy a szülők mostanában nagyon izgulósak, és tartanak attól, hogy hóven ez a gyerkőc megállja a helyét ebben a tanévben, és bizony van olyan, hogy tanulástechnikát tanulunk nyáron, hogy hogyan kell tanulni. És sok gyerek nagyon jól profitál ebből, mert hogy meg kell tanulni, és most még, ami nincsen terhelés, addig erre van lehetőség. És sok gyereknek ez okoz főleg nehézséget, hogy hogyan is álljanak egy nagy tananyagnak. Vannak olyan gyerekek, akik nagyon szoronganak már az iskola kezdés miatt, akármilyen életkorból egyébként, mert azt érzik, hogy ugyanolyan szinten kell teljesíteniük, mint ahogy abba hagyták az iskolát, de hát nyáron ugye sokat felejtenek, és ez miatt izgulnak. Vagy hogyha bennek új tantárgyak, fizika, kémia, ugye a felső tagozatban, akkor, vagy egy felvételi, akkor bizony nagyon izgulnak, úgyhogy ha lehet, akkor nem érdemes erre nagyon figyelmeztetni őket, hogy hát nagyon nehéz lesz ez az év, hanem egy picit körbejárni, beszélgetni, hogy feloldódjanak. Hogyha tanulási zavar nincsen, már pedig a legtöbb gyereknél szerencsére nincsen, akkor én úgy gondolom, hogy a saját képességeihez mérten, hogyha eddig is jól teljesített, akkor ezután is nagyon jól fog teljesíteni, mert hogy az idegrendszer igenis érett arra, hogy a terhelést bírja a következő osztályfokban. Én azt szoktam mindig mondani, hogy a szülők igenis segítsenek megszervezni a tanulást, tehát a lecke, a külön órák, az edzés, egy ilyen tanulási tervet is érdemes együtt megcsinálni a gyerekkel, mert hogy tényleg úgy mennek vissza, hogy nincs is a fejükben az a napirend, ami addig megszokott volt, ne is beszéljünk ugye a korán keléssel, ami azért ami nagyon fontos. A serdülőknél például nagyon érdekes, hogy reggel olyan 9:30-ig a hormonrendszerük nem is engedi, hogy fölébredjenek, szóval ez egy biológiai adottság, ezt is meg lehet velük beszélni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a nyári szünidő, ez nagyon jó, nagyon feltölti őket, tele vannak energiával, az agyuk is nagyon friss, és ha kapnak mellé egy támogatást, a szülő leül velük és segít, hogy na, akkor nézzük is a napi rendedet, nézzük a tanulást, hogy mire van szükség, akkor megnyugszanak és nem szoronganak, nincs teljesítményszorongás. Nehéz őket rávenni, akkor a szünidő utolsó két hetébe feküdjünk le korábban, egy picit foglalkozunk, akár foglalkoztató füzetekkel, ugye az ovisok esetében. Nem hinném, hogy erre külön szükség lenne, valahogy a bioritmusunk rááll arra, hogy egy-két nap alatt az vissza fog állni. A szakember hozzátette, a szunidő utolsó heteiben érdemes megtanítani az iskolásokat tanulni, és sokat beszélgetni a rájuk váró feladatokról. Ez volt már az Esti Mérleg, tartsanak velünk legközelebb is. További szép estét kívánok, viszontlátásra!